Az érdelmi mérkőzés előtt adtuk át az Orci Parki foci sulinak, gyerekeinek melegítőket és pólókat. Pindák Laci bácsi szervezte nehéz helyzetű, nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekekből egy foci csapatot, és most az új nevük az lett, hogy Orci Parki foci suli. Nekik szerettünk volna egy ilyen kis ajándékkal kedveskedni, nem csak mi, hanem így a polgármesterrel karöltve, Kocsis Mátéval, a 8. kerület polgármesterével. Remélem, hogy örülni fogom neki. Egyre jobb, egyre szebb eredményeket értek el a 8. kerületben, az Orci Parkban, ott tartották az edzéseiket, és arra gondoltunk, hogy egyrészt példaértékű a kezdeményezés, másrészt meg elég rossz anyagi körülmények közt végzik ezt a munkát. A gyerekek is, meg a Laci bácsi is, és a Fradi kvázi kis testvéreként fogadta ezt a csapatot, és melegítőkkel, labdákkal és egy új névvel ajándékoztuk meg őket, és én azt gondolom, hogy ezzel az ő sport sikereiket, a sport élményeiket gazdagíthatjuk, és bízunk benne, hogy az elmúlt évek fejlődését azt ők tovább tudják vinni, és még jobb csapat lesznek, és most már a Fradinak is büszkeségei. Nagyon meghatódott, mert ő eddig a saját nyugdíjából, a saját kevés pénzéből támogatta ezeket a gyerekeket és az ő sportolási lehetőségüket, és mindent megadott nekik, és számukra szerintem ez egy óriási dolog, valószínűleg ezért is hatódott meg. Mi viszont azért örülünk, és azért vagyunk mi is meghatódva, mert az példamutatóan áldozatos munkát végzett az elmúlt években, és ez a minimum, hogy őt ebben támogassuk. Ő tényleg egy ilyen nagyon érzelmes ember, nagyon régóta fradista, ugye a fia itt játszott, itt hokizott az FTC-ben nagyon sokáig. Ő nagyon sokáig szervezett kézilabda mérkőzésekre és külföldre buszutakat, tehát ő tényleg ízig-vérig fradista, és hát én nagyon becsülöm őt, hogy ezeket a gyerekeket ő fölvállalta, és azért ez nagyon nagy dolog, hogy nem a különböző szórakozó helyekre, kocsmákba kerülnek majd ezek a gyerekek remélhetőleg, hanem egy sportos, egészséges életet tanulnak, és talán így egy pár gyereket meg tudunk menteni.